Az év legextravagánsabb kiállítását ígérték a szervezők Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol Hullan Bea festőművész alkotásaiból nyílt tárlat. A képeken a szürrealizmus és a kubizmus stílusjegyei egyaránt fellelhetők, de kritikusai szerint nem sorolható be szigorúan egyetlen stílusba sem. Az autodidaktaként város és tájképekkel induló tehetséges festőt egy kortárs művész fedezte fel, emlékezett vissza az alkotó. Ő mutatta meg, hogy szerinte melyik kép jó, és hogy azon az irányba kellene elindulnom, és én aztán ezt meg is fogadtam, és utána egy felgyorsultak az események. Hullan Bea hozzátette, olyannyira felgyorsultak az események, hogy a vidéki és budapesti kiállítások mellett ma már rendszeresen részt vesz külföldi vásárokon is. A festő érdeklődése az utóbbi években fordult a portréfestészet irányába. A művész úgy fogalmazott, célja, hogy képein a női archetípusokat a társadalmi változások tükrében mutassa meg, de talán még ennél is fontosabb számára, hogy a festmények segítségével ki tudja fejezni érzéseit. A női arcok, a portrék, mindenképpen szeretném, ha hordoznának realisztikus jegyeket magukba, hiszen szeretnék rengeteg érzést átadni a portrékkal, úgyhogy most leginkább ez az, ami érdekel, de azért a városképeknek olyan sikere volt, hogy mindig visszatérek egy-egy képpel oda is, úgyhogy most nagyon örültem, hogy ide mind a kettőbe tudtam hozni. Ezekből az impozáns méretű olajfestményekből évente maximum 12 darab készül, amelyeket a festő soha nem rendelésre készít el, hanem, ahogyan ő fogalmazott, mindig szívből fest. A művész elmondta, a jövőben egész alakos képek alkotását tervezi. Van még portré szerintem bennem, városkép nagyon remélem, de most egy kicsit más, egész alakos figurális képek is születtek, azokból most nem hoztam, de az egy másik irány, mert sokkal színesebb, és tehát nem ennyire letisztult, egész alakos, és inkább történeteket mesél el, nem egy direkt arcot ez a vonal, amiben most éppen benne vagyok. A házigazda nevében Pécsi Beáta Ágnes, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium igazgatója köszöntötte a művészt és főként fiatalokból álló közönségét. A tárlatot Suri Imre galéria tulajdonos nyitotta meg, az eseményen közreműködött Lahocsinszki Ágnes fuvolán és Olajos Gábor gitáron. A Hullan Bea munkáiból nyílt ingyenesen látogatható kiállítást április 30-áig lehet megtekinteni a Váci Mihály Kulturális Központban.